Sziasztok! Ma folytatom a Total War Attila kívásos hadjáratomat a nyugat-római birodalommal, és itt maradtam ugyebár, hogy az afrikai lázadók megtámadták Konstantiát, ami annyira nem nagy veszély, mivel ugyebár három gyalogosa van, és három lovas. A lovassága valójában nem ér semmit, a gyalogságot pedig simán lezúzzuk a mi gyalogságunkkal. Oké. Itt vannak mind, akkor... én csak itt védekezek. Ó, nem tettem barikádot. Fuck it. Jó, mindegy. Ti ide, nehogy hátba támadjanak, ti pedig ide. Na. De engedd, hogy így. Jó. Lovassággal kerüljük meg őket. Lovassággal rámegyek a Zonagerre, utána pedig a Cserjo ballisztát. Jönnek a lovasaik. Az fájni fog, az a katafrakt roham. Ja, vagy mégsem rohamozik? De, jönnek. Ajjaj. Hát... ennél jobb rohamot is láttam már életemben, amúgy nem rohamoztak, csak simán nekünk jöttek. Ó, az onágerek szép lövést vittek be. Na ja, roham nélkül a katafraktok abszolút semmit nem érnek, szóval közel azban a katafrakt abszolút nem ér semmit. Jó, irány a balliszták ellen. De nem kellett volna visszaállnak tesztúdóba. Kerüljük meg őket a gyalogsággal. Ám bár itt még van egy csapat Equitis promóti. Oké, lándzsások, ide. Szerintem lezúzzuk őket simán, de azért ne veszítsünk el sok embert, ha nem muszáj. Ja, a Protector és Domesticik azok jók. Bár azt akarom, hogy a lándzsásokkal feltartom a lovasságot, és akkor a légiósokkal pedig hátra támadjuk a Protector és Domesticit. Sőt, ti menjetek ide. Nem rohamoztak. Nyilván a Protector és Domestic is simán lezúzza az auxiliásaimat. Mindjárt bevetjük a lovasságot, csak a lándzsások éppen kerüljenek harcba. Lassan jöhet. Az íjászok nem még lőjenek. Támadás. A rohamot. Szép. Protector és Domesticik feladták. Lovasai is feladják. Ó! Oda. Valójában már csak a hadvezére van.
Már ősen. Lehet, hogy teljes megsemmisülés. A lázadóknak ugyebár mindig nehéz dolguk van elfoglalni egy várost, mert mindig olyankor támadnak, mikor vagy kevesen vannak, és ugyebár a védők pedig sokan. Mármint sokan. Ugyebár általában mindig akkor támadnak, mikor például, hogyha egy normál védősereg van, akkor hamar támadnak, és nekik is kevés emberük van. Szóval neked is kevés embered van, de nekik is. Vagy van, mikor ugyebár már akkor megtámadnak, mikor még kevesebben vannak, mint ti, akkor persze, hogy veszítenek. Ja, easy win. Ez jó volt. Plusz meg lett ez, és arra gondoltam, hogy most már akkor ráállok a... ezért a gazdaság fejlesztésére. Szóval kap 8 támadó erőt, hogyha légió komitatenses lesz. A tier 2-es egység. Plusz 3 rohamozás, plusz 3 melee defense, 0 armor pluszba, életerő plusz 2, morál ugyanannyi, speed ugyanannyi, missile damage és ammunition ugyanannyi. Nehéz megmondani, hogy érdemes-e vagy sem. Annyi az egész, ha meg is támadom a várost, nem kapok jó arányt, szóval kizár dolog. Plusz kéne még egy cunning, hogy lehessen éjszakai harcot. Ugye fene legyenek légió komitatenszeszek, és legyen az, hogy rajtaütést próbálok csinálni. És lehet belesétálnak, amilyen idióták. Itt egy csapat, hun. De hun. Egy csapat, hun, de hun. Várjunk, a mínusz 25% lépést veszítettem. Ezeket el kell kapni valahogy. Á, pont nem érem utol, durva. Oké. Plusz 10% wealth from commercial buildings province to each region. Oké. Jó védő sereg, de valahol itt volt egy serege. Ezeket kell elintézni. Várjunk. Ez komoly? Ám már csak velem álltok hadban, nem álltok hadban a kelet-rómaiakkal. Essen ki a fogatok. És szövetséges Palmyrával és Pontosszal, és a Military Ally-ban. Jaja. Oké. Van egy ötletem. Ha minden igaz, ezek kitámadnak. Ugyebár a lovasi jászai miatt baj lesz. De a többit intézzük. Szóval ugyebár erődben vannak, de meg lehet az ugyebár, mert általában mindig azt csinálja, hogy egyből kijön erődből a gép. Szóval... akkor mit a Tessess lándzsásaikat elintézzük. Nice and dry. Eddig lőnek a tornyok, egész eddig, oké. Okay. Nem volt pénz a teljes átfejlesztésre. Hm.
két csapat láncsást is ide. Oké. Most már légió komitatenszeszem van. This is the enemy's capital, fuck off! Milyen capital, te idióta? Jó, nem akar jönni. Oh, really? Nem akar kijönni. The enemy has been spotted. Nem jó. Jó, próbáljuk meg azt, hogy meggyújtjuk a tornyot. Lássuk, mennyi lövés kell leadni, hogy meggyújtsuk a tornyot. Jó, de sok idő. Már annyi az egész, hogy szeretném elintézni a... ezt a frakciót, a lázadóinkat. Ezt is meg kéne gyújtani. Vezére. Pont oldalt, lol. Próbálom levadászni a hadvezérét. Ami nem nagyon jön össze. De, hát, ti hülyék vagytok, mert nem lő, nem is támadják a tornyot.
Bloody hell. Lelőni a hadvezérét, az a baj. Még jó sajnos, mert elintézik a lándzsásaik. Akkor jó lett volna, hogyha bár hogyha kijön az éjjel és kitámad, az egy kicsit idétlenebb lesz, mint kellene. Erre nem csinálta, amit kellett volna. Biztos, hogy jó ötlet volt, sok embert veszítek. Igen, ez nem biztos, hogy megérte. Meghalni a hadvezére már. Hát ez nem volt valami jó. 1312 embert veszítettem. Jó. Ez 3%-ot kaptam vissza. Szép városi őrség. Fuck it, intézzük el. Fosszuk ki és égessük fel a várost. Szép városi őrségük van. Oké. Alal itt lesznek. Hey.
ide tette a barikádot. Jó, hát az nem valami veszélyes. A lényeg az egészben az, hogy itt a barikád, és nekem van egy csomó lőszerem. Na, adjatok nekik. Nem adtok nekik? Bombojátok le. Na. De... Úgy. Ti mit csináltok? Hát hova mentek lerombolni azt a barikádot? Mi a franc, hogy szemből nem tudjátok? Ajaj. Lőjétek hátba a Germanic Warbandet. Gépnek is vannak Western Auxilia Palantinai. Miért hullottok ilyen gyorsan? Wow, ezek... Hogy haltak meg ezek itt ilyen gyorsan? Az.
Az is shameful lesz, ha veszítünk. Nagyon nyerni kéne. Szép. Azt hiszem, hogy most törtünk be. Nagyon nagy veszteség árán tudtunk, csak. Hogy őszinte legyek, ez elég béna támadás volt. Ennyi az egész, mondjuk, hogy az auxiliás palatinával nem is lehet igazán támadni. Ugyanúgy gyengék támadásra, mint a Comita Tensis Lunge-as. Nem jók támadásra. Azt hiszem ennyi. Vezéri testőrségeket el kell intézni. Főleg ezt a csávót, amelyik a városban van, azt nem muszáj. Csak eztet, teljesen. Mondom, eztet, teljesen. Szép. Jó, ez nem volt a legjobb, de lényeg, hogy nyertünk. Fenéve. A matiárik azok rengeteget öltek. A Csaba túlélte. A fene vigye el azokat. Pont visszaérünk. Itt sem a legjobb a városi őrség. Jó, most már a szeparatisták veszítik a katonákat, mert nincs területük. Két körig bírja még a város, utána.
A hunok hadban állnak az antiászokkal. Tökéletes. Nagyon jó. Nagyon-nagyon jó. Remélem, hogy majd itt ezek elmennek innen, vagy nem is tudom. Ennyi az egész tényleg, ha felégetem az alemánok területét, hadra kerülök a... az izékkel, a... mi az már? A longobárdokkal és a turingiánokkal is. Na ja. Kicsikét sokan vagytok. Bár ez a három onager, nagyban megkönnyíti a védekezést, az egyszer biztos. Három onagerrel simán szétlőjük őket, az kalap. Most az a baj. Várjunk. Le tudok hívni egy hadvezért. Lévok egy hadvezért. Egy ilyet. Adok neki pár egységet, titeket, meg téged. És a többivel irány erre. Jó. Ezeket itt már nem még képzem le. És képzek neked hármat. Azt átfejlesztjük légió komitatenszeszre, és minden oké. Okay. Kell két kör, és elkészül a plusz városi őrség. Lindumot védtelenül hagyták. A vandálokat kell valahogy elintézni már. Csak a franc tudja, hogy kapjam el őket. Már mindig a gép is mindig előrébb tud lépni, mint ahogy el tudnám kapni. Szem rám küldte az ügynököket. Ja, várjunk. Nem látja a seregemet, akkor utolérem. Ja. Hát bár még lehet így is túl messze vagyok tőle. Hogy el is kapjam, ha visszalép. Ah, fuck it. Az felfedezett. És jönnek. Ujjjjjj. Oh my gosh. Oké. Okay. Ha ezeket elintézzük, akkor... akkor a garamantáknak nem lesz valami sok esélyük már. Mert... utána egyszerűen megyek és égetem fel a területeiket. És legyőzzük őket teljesen. És hát szerintem ezt megnyerjük, mivel védekeznünk kell. Plusz már Legio Comitatensis-en van. Warcry, az jó. Megyük oda. Azt a csávót megöljük, és easy win. Ott még jön a lovas erősítésük. Hú, mennyi paraszt van itt, mennyi lakos. Földművesek, az jó. A földművesek azok jó. Élelmet termelnek, ami valójában életet ad. Egy szóval a földművesek adják nekünk az életet. Ennyi. Földművesek nélkül halottak lennénk. Lehet neked bármennyi katonát, ha nincsen kiművelje a földeket.
hogy élelmet adjon a katonáknak. Akkor valójában szart se ér a sereged. Földművesek nélkül semmire sem mennénk. Na jó, az Auxilia Palatina az rohadt jó lovasság ellen tényleg, sokszor bizonyítottak már. Komita tenszeszek nincsenek annyira jók, sőt, szinte meg se közelítik az auxiliásokat. Oh. Két onágeres hajója van. Ezt le kell mikrózni. Kell nézzem, hogy mikor lőnek, akkor mozgassam az egységet. Mozog! Fuck it, majdnem. Hú! Van még sok lőszer? Hát van még, vagy 5-6 lövés. Lőttétek a cserepeket, köcsöggenyák. Desert Heavy Corsair. Valójában ez a legjobb, ha a falra küldött fel őket, mert akkor általában a falat kapják el. Most maradhattak volna a falon. Wrecked! Hello, mindjárt meghal a hadvezér, meg is. Oké, azt hiszem kifogytak. Ja, ennyi volt. Oh! Oh ne! Oh my fuck! Jézusom! Az micsoda találat volt! Utolsó lövésük az kemény volt. Ám bár mi csak védekezünk. Hol a hadvezére? Itt van. Köcsög. Az micsoda találat volt, te jó ég! Vannak íjászaik? Vannak hát. Francba. Hé, hey, nyílt egy rés. Csapat Komita Tenses küldjünk oda. Nem bár jönnek a gyalogosaik, mutassuk meg nekik a légió Komita Tenseseket. Tudsz, ezt a csávót meg kéne öljék. Ó, oh, Shaken? Mi a francnak esetleg a morálja? Na mutassuk meg, mit tudnak a légió Komita Tenseseket, gyerünk! Gyalogság ellen persze. Tűz! Jó, messze van a lovasság.
Azt mind kinyírták. Gyertek ide. Ha ja, azért a légió komitatenszeszek sokkal jobbak, mint a légiósok. Mondjuk annyira valójában nem. Páncélzatot, meg életerőt nem igazán kapnak, csak némi támadőrőt. Mondjuk az is sokat számít, plusz támadőrő, az is nagyon jó. Ó, mennyi nyomorék. Tömeges nyomor van itt. For God in heaven. Komitatenszeszek elég keményen előre törtek. Ám bár mészárolják is a lándzsásokat. Hogy elnézem a komitatenszeszek és a Palatinagárt kitart. Nincs esélye a lovasságnak. Jó, még rengetegen vannak. Ám bár ha a hadvezére meghal, utána Bristling Shot, Flaming Shot és Viszlát. Keményen előre nyomultak, nézd már. Hozzuk ide a tengerészeket, mert a tengerészek is rohadt jó közelharcban. Nagyon jók a tengerészek. Enemy General dead. Whistling shot. Flaming shot. Támadás, hadvezér nincs a helyén. El kéne használni a walk right. Ja, flaming shot-tól meg is törnek. Jó, nagyon szép. Nagyon jó, nagyon-nagyon jó. Gyertek ide, hadvezér ide. Álljatok készen. Ajjajjajjajjaj. Lőjetek rájuk. Whistling shot, flaming shot, osz viszlát. Nem akarjanak megtörni? Még nem. Bár ha egy megtörik, a többi megy utána. Kezdi feladni az egész sereg. Vagyis amit seregnek hívnak. Bunch of idiots. Inkább. Ja, ennyi. Ujjjjjjj. Csúnya. Basszus. Na de. Á, ez az egy rohadtul kikészítő játék van, ez, hogy a egyszerűen a menekülőket nem ölik a katonák. Muszáj a lovassággal lassan-lassan lenyomni őket. És annyi az egész tényleg, hogy hiába klikkelsz, lehet látni, az egységek állnak meg. Szóval nem támadják a menekülőket. Állnak le a támadásra, és elég idegesítő, mert nem ehhez vagyok szokva. Szóval ahhoz vagyok szokva, hogy miután megtörtük az ellenséget, Medieval 2-ben vagy Rome to Towerban, ráklikkelsz a menekülőkre, ott mindet levágják. Egész addig üldözik őket, még ki nem futnak a térképről, a csatatérképről.
De egész addig ölik is őket, szóval nem hogy megállnak a támadással vagy ilyesmi, vagy az nagyon ritka. Ott testvérem, az egészet leölik, ha utolérik őket, még ki nem mennek a vörös vonalig. Na jó, mindegy, mert utálom, mikor ez van, hogy... Plusz ugyebár a játékban még úgyis meg van csinálva, hogy a menekülők össze-vissza futnak, de akik követik őket, azok nem, azok mindig együtt, és akkor mindig a nagyobb csoportra mennek rá, ami rossz. Na mindegy, a lényeg az, hogy nyertünk, szóval 500 dénárt kapunk. Jó, várjunk, Hadrumentumban még képzek is katonákat, ugye? Nem? Oké, nem is kell. Ennek a tanokidzok. Mi a franc? Himjárok vagy kik ezek? Lakmidok? A fene tudja. Oké. Állj, csak velem állnak hadban, az a baj a gépidek. Na, ne már! Hát mondjuk... Oké. Ugyebár légió komitatenszeszeim vannak, ami jó. Csak az a baj, hogy nem tudom, hogy sikerül-e megölni a hadvezérét, vagy nem időben persze. Megpróbálom. De nem biztos, hogy sikerül. Plusz 857 védővel, hát... Max akkor nyernénk, ha meghalna a csávó. Már megint szarul állunk. Hát már a légió komitatensz ezek jobbak sokkal, mint... Na jó, sokkal nem jobbak, mint a társaik, a légiósok, de azért jobban harcolnak tényleg. Jó, menjünk rá a hadvezérére. Enemy reinforcements. The winds at their back. The enemy should know when the odds are hopeless. They are trying to take out our general. Defend him. S lehet leszünk olyan mázisok, hogy megölik a csávót. Elsüllyesztette a hülye a saját hajóját. Hülye a saját hajóját sülyeztette el. Ó, bakker. Te jó vagy. Jó, ember, de sokan vagytok. Most arra vagyok kíváncsi, hogy lesz olyan, hogy morál veszítenek, mert ha hadvezérük halott, vagy nem. Egyből kiderül, mi es kikötnek. Igen, veszítik a morált, tökéletes. Tökéletes. Shaken, oké. Az igen. Megvárom szépen, még mindegy helyre tömörül egy nagyobb csapat. És... hát akkor hadd jöjjenek utána. Plusz lőjük őket. Flaming shot, bristling shot és viszlát. Plusz tényleg a légió komitatenszesz ellen nincs már esélyük a lándzsásaiknak. Oké, bristling shot. Flaming shot. A lényeg az, hogy csak megtörjem őket, mert... Lényeg az, hogy nyerjünk. Szóval a lényeg az, hogy nyerjünk, mert akkor ha veszítünk egy az, hogy az rossz lenne, ugye bár a várost veszíteném, ami nem jó. Plusz hogyha még veszítünk, akkor még az is rossz lenne, mert akkor nem lenne a seregnek újra töltődése. Szép.
csapatot hozzunk át ide. Mennyi menekülő. Egy szóval nyerni kéne. Próbáljuk őket gyorsan legalább egy rohammal hátba támadni. Szép. Jó lovasságnak annyi, de nem baj. Az IS-ek nagyjából kifogytak. Ezeket kéne kinyírni gyorsan, és akkor megkerülni az ellenséget. Szép. Ez csak artillery crew, hagyjuk már azt. Ezeket kell itt hátba támadni. Elég jó komita tensz, ez kitart. Szép. Na, ez ennyi. Hú, jó volt. Jó, ennyi elég is. Csak éppen elintéztük őket, az kész. Még jó, hogy a hadvezérének gyenge volt a testőrsége. Mert hogyha fullos testőrsége lett volna, akkor nem tudjuk megölni. Hát bár ez még az a csapat, amit annó még itt elvertünk tengeren. Na jó, gepidek hazafele. Á, Markomannak is. A hunokat el kéne verni amúgy. Jazzigiz. Szerintem mindjárt kikötnek. Dákok. Ó, oh, béke az illírekkel, mi? Fuck! Felvették a zsoldosokat. Azt a rohadt élet. Baszki! Nem már! Az nem jó! Ki kellett volna támadni akkor is, lehet nyertünk volna. És van egy nagyon gyenge esélyem a győzelemre, ha meg tudom ölni a hadvezérét időben. Egy nagyon gyenge esélyem van. Fú. Ajaj. Fúha. Ott a csávó. Bár hogyha rátámad a barikádra, és precision shot-tal kinyírjuk, akkor győzhetünk. Ha nem, akkor wrecked. Akkor wrecked. Nekünk fucked. Akkor... Ojoj. Jaj, kinyírja az íjászaimat!
Hát a lovasságának nincs esélye. Hadd veszél, halott, apa fangszék! Nem kinyírták a hadvezéremet az előcsatározói? Hát az wrecked. Na jó, elveszítem ezt a várost. Ám bár nem hiszem, hogy csak kifosszák, szóval kizárt dolog, hogy csak fosztani fogják. Mert nincs területük. Nem volt a legjobb hely a védekezésre, annyi az egész. Azok a rohadt előcsatározó lovasok, basszus, az egyik 155-öt, a másik 197-et. Te jó ég. Egyszerűen szétlőttek minket. Ja. Bloody hell. Jó, mindegy, nincs mit tenni. Nem volt a legjobb ez így. This order. Infame. Okay. Ready for orders. Kéne egy cunning. Hogy melyik ad nekünk cunningot? Hát már csak ez. Nem jó. Jó, mindegy. Kell egy kis újratöltődés. Fosztom, az úgy nem jó, és a felégetem. Mi ez? Local noble seeking favors, give us a rag of fine clothes to do with as wish. Sell them the gift of speed. Stud the horse. Legyen ez. Ja, jó lesz. We hunger for battle.
De kell egy hadvezér. Jó. Fene tudja, mit építsek. Tökéletes. Nem is ide építjük, hanem... Ó, Turonumnál lettek a lázadók. Ja, az nem jó. Ja. Fú, oké. Az a bejét egyből lesz városőrsége. Na mindegy. És le kell hívjak egy csávót. Ó, de jó. Jó, mindegy. Ugyebár ott mindig mellé rakja, a város mellé teszi a hadvezért. Sajnos. A Britannia frakció megalapultak. Lehet, hogy visszaveszem... Mi a francnak ugrott vissza a kamera ide? Lehet, hogy visszaveszem Londiniumot amúgy. Ja, miért ne? Hát igen, itt még lesznek lázadások. Ja igen, lázadások. Utolérem, baszki. Azt hiszem akkor a vandáloknak annyi. Ó, oh, azaz! Fuck off, vandálok. Vége a frakciónak? Mondd azt, hogy vége. Ez az. Jó, irány erre. Ú, három kör. Hú! Még a vandáloknak is. Lassan minden népnek. Ah, ez fájdalmas. Na mindegy. Már azt hittem meg fog támadni. A tanúkidzókat el kéne kapni, meg a lakmidokat is. Ugye már Szürakúzában elkészül a flotta. Jó, a hunok nem még... támadják Medoláneumot. Ajaj.
Ezeket kell még valahogy elkapni. Va! Ti kis nyomorultak! Megtámadja csapatomat, mert besegített volna a pikt. Ekkora kis nyomorék. Mázli! Fuck off! A szeparatista... Hát ez mondjuk már a következő részben. Köszönöm megtekintést, hamarosan folytatásra kerül. Sziasztok!